Szinte a Karcagi Múzeum kunok öröksége állandó kiállítás megszületése pillanatában elkészült az az óvoda pedagógiai szakmai program, amelynek segítségével a város nagy csoportosai megismerkedhetnek szülővárosuk értékeivel. A kolléganőimmel feldolgoztuk a termekben látott képeket, illetve témaanyagokat, és kidolgoztunk egy olyan múzeumpedagógiai módszerrel egy olyan játékos, interaktív foglalkozást a gyerekeknek, amiben megismerhetik a kunok örökségét, életmódját, letelepedését, illetve a életmódjukat. Ezen a rendezvényen ma ott óvodából érkeztek nagycsoportos gyerekek, óvónénieikkel, Dajka néniükkel, illetve pedasszisztensükkel. A szakmai program része a barangoló, amely során egyfajta akadálypálya jelleggel látogatják végig a kiállítást az óvodások. Nagyon sok ismerettel bővülnek, játékos ismeret átadás történik, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok tudással fognak majd visszatérni a gyerekek az óvodába, elmesélik otthon az élményeket, és nagyon sokat tanulnak a múltunkról, az identitásunkat erősítjük ezzel, hiszen már nagyon jól elmondták a múzeumparkban, hogy kunok vagyunk, hol helyezkedik el Karcag, a kunság fogalmával, a jászokkal is tisztában vannak. Én úgy gondolom, hogy ezek mind-mind olyan fontos ismeretek, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, merre tartunk, és milyen életet érdemes élnünk. Kunlovas játékkal ismerkednek a gyerekek, akik versek, mondókák segítségével találkozhatnak őseikkel, múltjukkal, és nem csak ők. Szeretjük ezen a rendezvényen, hogyha a szülőket is be tudjuk vonni, azzal is tudjuk őket inspirálni, hogyha a gyerekek kedvet kapnak a múzeumlátogatáshoz, hiszen itt olyan érdekes dolgok történnek, és hogyha ezt a gyermek otthon elmeséli a szüleinek, hát ha kedvet kapnak, hogy a szülőkkel együtt a gyerekek visszajönnek, és ők is elmesélik, hogy milyen élményben volt itt a múzeumban részük. A kiállítás minden termében egy-egy puzzle darabot kapnak az óvodások, ezekből a mozaikokból áll össze a teljes kép. Ezt óvodájukban maguk rakhatják össze, a múlt lenyomatainak darabjait.